Véget ért a vénasszonyok nyara, most már meleg időre nem igazán számíthatunk. Ma reggel már egészen hűvös időre ébredhettünk fel, és ez így fog maradni a meteorológusok szerint az elkövetkezendő napokban. Már most csapkod az eső, és erre kell számítanunk mai nap, illetve a holnapi nap folyamán is. A maximum hőmérséklet 8 fok körül fog alakulni. Szerbia hegyvidékeiben viszont ma már 20 cm-es hótakaró van, és további hózáporokra lehet számítani. Szabadkán a délelőtt folyamán néhány percig havas eső esett. Ennek ellenére a Vajdaság területén egyenlőre nem kell tartani a havazástól, viszont csütörtökön és pénteken nagy mennyiségű csapadék várható. Nem is hallottam még a Kopaoni kihúról, de így félek. Nem szeretem a hideget, fázok, igen. Az elmúlt napokban 10 fokot esett a hőmérséklet. Az elkövetkező napok időjárása az északnak megfelelő lesz. Nem tüzelünk, mert hosszú lesz még a várhatóan az időtartam a tüzelésre, úgyhogy spórolás szempontjából még nem, és még inkább jobban felöltözünk. És a tél az arról szól, hogy hó, ugye bár még nincs tél, de azért szerintem az a normális, hogyha minden éjszakban az van, aminek kell. A szakemberek szerint az elkövetkező napokban nem javul a helyzet, a jövő hét elejére a hajnali hőmérséklet fagypont körül lesz. November 1-től viszont már kötelező a téli gumik használata, abban az esetben, ha az utakon hó, illetve jégréteg van.